ünnepi ülést tartott az idén 50 éves Magyar Könyvtárosok Egyesületének Szabolcs-Szatmár Beregi szervezete. A megye legrégebbi kulturális társasága 15 éve rangos szakmai elismeréseket alapított. A Csendes János díjat egy nyugalmazott könyvtárosnak, a Szabolcs-Szatmár Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjat pedig egy még aktív munkatársnak ítéli oda az Egyesület kuratóriuma. A kitüntetéseket minden évben a Könyvtárosok Világnapja alkalmából adják át a díjazottaknak. Próbálunk minden alkalmat megragadni, hogy népszerűsítsük azt, hogy itt a megyében van egy ilyen rangos szakmai elismerés, amivel nem csak a nagy és jelentős tevékenységet végzett kollégákat jutalmazzuk, hanem az aktív, fiatal kollégákat is, hiszen ők is nagyon sok olyan innovációt, vagy olyan szakmai ténykedést mutatnak, ami érdemes az elismerésre. A Csendes János díjat idén Nagy László nyugalmazott könyvtárigazgató vehette át, aki két évtizeden át volt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárigazgatója. Magánál a díjnak az alapításánál én is részt vettem, mint igazgató, és hát sok-sok jó kollega kapta meg eddig, most rám került a sor, úgyhogy én örülök nagyon neki, Csendes János jó kollégám volt, hát együtt dolgoztunk hosszú ideig, itt a főiskolán, majd utána Debrecenbe, és hát ez egy szakmai elismerés a megye részéről. A Szabolcs-Szatmár Bereg megye könyvtári kultúrájáért díjat idén Hollósi Istvánné, a Kálósemjéni dr. Erdés Sándor könyvtár és Pál Gyula művelődési ház vezetője vehette át. Ahogy változik a könyvtár, igyekeztünk mindig felvenni a fonalat, a ritmust, és úgy változtatni a szolgáltatásunkat. Nálunk Kálósemjénben a könyvtár nem csak könyvtár, hanem mint egy információs központ működik. Mi adunk helyt a falugazdász munkájának, hozzánk fordulnak minden nyomtatással, ügyfélkapus ügyintézéssel, az emberek ügyes-bajos dolgaival, úgyhogy elég sokféle funkciót betöltünk a településen. Az ünnepi taggyűlésen a kitüntetések átadását követően felidézték az idén 50 éves megyei szervezet történetét.